Sosem értettem, hogy miért a szegény cápákról kellett a Spielbergnek filmet csinálnia, hogy aztán egy csomóan rettegenek a cápától. Tény, hogy néha veszélyesek, meg hogy megölnek embereket. De az biztos, hogy nem ölnek meg annyi állatot, meg majd fognak embert a cápák, mint a műanyag zacskók. Erről a gyilkosról beszélgetek, amit én régen nem is értettem, hogy tényleg ebben mi a különleges, és aztán 2018 folyamán ugye olyan fantasztikus, sajnos szomorú, de fantasztikus képek láttak napvilágot ugye a Facebookon, hogy a teknős így fullad bele, meg úgy fullad bele. Aztán egy picit ugye elgondolkoztam, mert mindig így tovább, tehát ugye nem tudok vele mit csinálni, mint a cunami áldozatokkal, hogy borzasztó, de én nem tudok Budapestről ezen mit segíteni. Tehát én mit tudok ezen segíteni, meg mit tudok tenni, hogy a mit tudom én, tehát hogy a kivágják az esőerdőket. Aztán utána belegondoltam, hogy pillanat, és én a saját kérdeztetem, én használok műanyag zacskókat. Most a helyzet az, hogy eddig sem használtam túl sokat, de az biztos, hogy 2018. szeptember 1-től még annyit se fogok. Most szívesen mondom azt, vagy mondanám, hogy egyáltalán nem fogok, és igen, ez a tervem, és már most keresem, kutatom, hogy mi az, hogyha valamit mindenképpen bele kell tenni valamibe, hogy akkor az mi legyen, de az biztos, hogy csak legvégső esetben fogok zacskót használni. Igazából az a videó az arról szól, hogy beszüntetem a műanyag zacskóval való minden nemű kapcsolatomat. Ez az a szörnyűség, amit ugye előállítunk, és aztán utána 500 évig ugye nem pusztul el. Ugye mindenki látta a képeket, hogy miután lenyeli egy állat a tengerbe, mert ugye utána ezek ugye oda jutnak így vagy úgy, és az állat elpusztul, és megsemmisül, és elbomlik, akkor ezután újra elkezd lebegni. Ugye? Tehát mennyire borzasztó? És én amúgy a növényeimet nem csomagolom be. Tehát mondjuk például, hogyha van valaki anemónékat rendel, nézze meg ezeket a fantasztikus anemónékat, akkor így szépen egy rekeszbe van benne, és ezt a rekeszt ezt most már sok-sok ezerszer használtam. Hát most nyilván lehet farekesz, vagy lehet műanyag rekesz, egy biztos, hogy sok ezerszer használjuk. Ezeket általában egy ember 30 percig használja, ameddig beteszi mondjuk a bevásárlóközpontban a vásárol termékeket, hazaviszi, és utána még a jobbak ugye azt még félreteszik, és akkor szemetesnek használják, de nagyon sokan kidobják. Pláne az ilyen olyan annyira vékony és annyira olcsóakat, amik ugye rögtön ugye ki kell őket dobni. Szóval ez a videó ez arról szól, hogy a kertészetemben szeptembertől, 2018 szeptemberétől nem akarok műanyag zacskókat látni, és nem akarok ilyeneket használni. És arról is szól, hogy mindenki, aki kertbarát megtisztel, minden kertbarát, aki megtisztel engem azzal, hogy a kertészetemből vásárol, az tudhatja, hogy ilyet tőlem nem fog kapni. Semmilyen műanyag zacskót, semmilyen nylon zacskót. Tehát rajtunk nem fog múlni az, hogy a teknős az megfullad, vagy nem fullad meg a tengerben, és hogy borzasztóvá változnak tájak, ahol aztán a szél szétfúj ezeket az acskokat, szóval rajtunk nem újjon ez. És egyben ez a videó, ez egy felhívás is a hazai kertésztársadalomnak, a hazai kertészetek, faiskolák közösségének, hogy álljanak mellém, meg csatlakozzanak, nem mellém, meg, hanem az ügy mellé. Ne használjanak, kedves kertész, faiskolás kollégák, műanyag zacskót, nylon zacskót, próbálják minimálisan csökkenteni, de leginkább ne használjanak. Tehát ma már egyre menőbb, egyre trendibb, nagyon jó, a Bostátéri piacra néha kimegyek, és akkor vásárolok, és ott is megmondják, hogy vidd a kosarat, inkább volt, hogy visszajöttem a kosárért, mert hogy tudom, hogy nem veszek műanyag zacskót. Szóval, hogy kertészetbe is menjünk kosárral. Vagy ha kiszállítást kérünk, akkor ne tegyék be nekem zacskókba, meg ilyenekbe. Én nem akarok részese lenni a teknős gyilkolászásnak, meg az élővilág elpusztításának. Köszönöm, hogy ezt meghallgatták, meg megnézték ezt a videómat. Nagyon remélem, hogy hát, ami rajtunk múlik, azt ebben az esetben meg tudjuk tenni. Persze a természetvédelem, meg a környezetvédelem az egy ilyen végtelen hosszú lista, és ez csak egy picike lépés, de azt gondolom, hogy ezt a picike lépést ezt viszont 2018-ban látott képek után kötelességünk megtenni. Úgyhogy én ezt most nagy örömmel teszek eleget, úgyhogy Megyeri Szabolcs kertészetében többet nem fogunk műanyag zacskókat használni.